Amire szeretnélek inspirálni titeket, az az, hogy semmiképp se határolódjatok el zenei stílusoktól, mindenből lehet tanulni, és mindenből lehet jót hallgatni. Minél jobban nyitottak vagytok, annál nagyobb lehetőséget adtok magatoknak a fejlődésre, és minél jobban bezárkoztok, annál nagyobb lehetőség van arra, hogy saját magatokat korlátozzátok abban, hogy fejlődjetek. Zenei stílusokat tekintve, nagyon sokszor például hozom a következő három dallal. Számomra a Beatles, mint zenekar nagyon sokáig nem mondott nagy dolgokat. Szutor Zolinak, illetve a Belmondónak köszönhetően én megismertem a Beatles zeneiségét és zsenialitását, és köztük az egyik legkedvencebb dalomat a Beatles-től, ez a Taxman című nagyon jó kis groove-os dal, mely elképesztő jó basszusmenettel bír. Hogy milyen hatással volt ez a jelenlegi zenei világra, illetve 10 évvel ezelőtti zenei világokra, az a következő példából kiderül. Próbáljátok meg rákeresni a Beatles Taxman című dalára, és a következőt fogjátok hallani. Let me tell you how it will be. Mi történik itt? Tulajdonképpen az történik, hogy egy D harmóniára jöjjön egy Queen dal, amit én nagyon-nagyon szerettem régen, attól függetlenül, hogy nem voltam Queen rajongó, és ahhoz képest, hogy Panterán, Metallicán és Sepultúrán nőttem fel, ez egy elég langyi-mangyi dal volt. Ettől függetlenül meghallgatva a Beatles Taxman című nótáját, és ezt a dalt rájöttem arra, hogy tulajdonképpen ez egy ugyanolyan groove-ra épülő dal, teljesen más stílusban. A groove ugyanaz lesz, csak E-vel van. Szintén érdemes rákeresnetek a YouTube-on, egy nagyon-nagyon jó dal, egy tök jó kis klippel. Tovább lépve a Queen-en, és látva azt, hogy tulajdonképpen itt sem történik más, mint egy alaphang, egy oktávhang, és tulajdonképpen a Queen hangról a kvártra, tercre, mol tercre lemászva. Mi különbség volt a két dal között? Hang nem. Egy egész hanggal följebb jöttünk, és ugyanaz a groove el lett játszva. Beatles groove. Queen groove. Ennyi. Jöjjön most pedig egy magyar vonatkozás, a United keserű mész című nótája, mely tulajdonképpen a Taxman groove-hoz szintén hasonlítható, és ráadásul ugyanabban a hangnemben van. Thank you.
más, mint a United Keserű Méz című dalának a vampje, azaz az intrója, mely tulajdonképpen... ugyanazzal a grúvval indul, mint a Texman vagy a Queen. Dénes, oktáv, quint, septim, és vissza az oktávra. Texman groove. Nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy inspirálódjatok mindenféle zene által, és mindenféle zenét közelítsetek meg mindenféle irányból, ne határolódjatok el egyáltalán, magatoknak ártatok vele szerintem.